Szevasztok srácok, ez itt újra az Építsd Fel, és a mai epizódban elhoztam nektek a 2024-es Citys, Frences és Creator-ös készleteket. És egyből szerintem kezdjük is a Citys termékcsaláddal, amiket egyből kettő részre is tudnék bontani, hiszen van egy átlagos Citys termékcsalád, és van egy különleges Space Citys termékcsalád, pontosan ugyanazzal a logóval, mint a technikes készletek esetében, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen multiverznek a tanúi vagyunk, nem csak a technikeknél vannak azok a készletek, hanem a Citys termékcsaládnál, és spoiler alert, nem csak ennél a termékcsaládnál fogunk találkozni ugyanazzal a logóval, úgyhogy ugorjunk is bele. Nézzük is meg, először is itt van ez a 60399-es 4 pluszos készlet, hát ilyen formula autót kell összeépíteni belőle, kettő darab minifigurával. A következő készlet a Go-Karts and Race Drivers nevezető készlet, 6400-as kódszámmal, kettő go-kartot lehet összeépíteni belőle, itt van egy kis kupa is, és kettő darab minifigura is társul hozzá, aztán van egy ilyen hát építő munkásautó, Construction Streamed Roller nevezetű, 6401-es kódszámmal, hát ez is egy nagyon pici készlet, egy darab minifigurával, viszont tök érdekes, hogy ilyen Creator Expertos arányban épített autóknál használt felik vannak így egymás mellé pakolva, és az képzi az úthengernek a kerekeit. Aztán van egy Monster Truckunk, 60402-es kódszámmal, ez is egy kisebb készlet, viszont azok a kerekek egészen jól, sőt ez az egész autó egészen jól néz ki, kifejezetten tetszik ez a Monster Truck, és természetesen ehhez is társulni fog egy darab minifigura. Szépen haladunk előre, egyre nagyobb készletek jönnek, Emergency Ambulance nevezetű készlet a következő, 6403-as, ebből egy mentőautó tudunk összeépíteni, és ennél a készletnél is pontosan ugyanaz a vadonatúj, rikító, sárga szín tűnhet fel nektek, mint azt hiszem két évvel ezelőtt, amikor bevezette a Lego, akkor is egy ilyen mentős készletben mutatkozott be először ez a vadonatúj szín, és hát ebben a szedben is látható kettő darab minifigurával, hát úgy néz ki, történt egy kis deszkás baleset. Következő egy Burger One, 6404-es, egy ilyen gyors büféző kocsit kell összeépíteni, láthatóan matricázott burger felirattal, hamburgerező lesz, és még Lego kockákból összeépített hamburger is van, kétféle méretben, tehát eleve látjuk az autón a hamburgert, még sajt is van benne, de a minifigura kezében is van. Egy mini verziója, egészen kreatívra sikerült ez a kis truck. Következő autónk, vagyis hát helikopterünk, az Emergency Rescue Helikopter, ami a 60405-ös kódszámot kapta meg, összesen három darab minifigura van ebben a készletben, és hát gyakorlatilag ki kell menteni egy bajba jutott minifigurát, látod, hogy a kezében még ott van az a kis fákja is, amivel jelzi, hogy ő hol szenvedett balesetet, és nem kell leszállnia. Nagyon látszódik, hogy itt egy hegyi mentőről van szó, még egy ilyen kis csörlő is van az oldalán, egész szépen néz ki, és egyébként ugyanazzal a jellegzetes sárga színnel találkozunk itt. Aztán folytatódik a tuning autók vonala, a Lego Citys témakörben már tavaly bevezette a Lego, sőt azt hiszem már tavaly előtt is voltak ilyen hasonló készletek, ismét kapunk egy ilyen tuneres készletet. Itt van ez a Race Car és Car Carrier Truck nevezetű set, 60406-os, látható, hogy színben egyező mind a két autó, hát megfelelően kell az autót szállítani, és gyönyörűen látszódik ezen a készleten is. Kettő darab minifigura társul hozzá, egy gondolom a kamionsofőr, a másik pedig az autónak a sofőrje, bár az autónak az arányai hát azért annyira nincsenek szerintem jól megoldva, nyilván egy nagyon pici Citys készlet, meg föl kellett férni erre a platóra is, attól függetlenül ezek a kiegészítők, és itt is föltűnnek ezek az érdekes kerék kiegészítők, amiket majd így az oldalára kell rányomni. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy új alkatrész lesz, de minden bizonnyal új printeléseket fogunk rá kapni. Aztán a következő a Fire Rescue Motorcycle, ez a 410-es kódszámú, vagyis hát azzal végződik a 60-as, és itt igazából ez egy 4 pluszos készlet, ez biztos egy drágább set lesz már a méretéhez képest is, hát egy pici tűz és egy motor, ami megpróbálja ezt eloltani, és folytassuk tovább a tűzoltásnak a témakörét, kapunk egy helikoptert is ebben a témában, ismét egy nagyon pici szett, egy minifigura, helikopter, pici tűz, annyira nem izgalmas, viszont a következő 4x4-es már sokkal izgalmasabb. Egy tábortűzhöz hívták ezt a 4x4-es, és annak a tűzét kell eloltani. Látható, hogy itt a háttérben itt egy kis sátor, azért egész szépen meg van díszítve, ahhoz képest, hogy milyen pici a darabszám, egészen jól néz ki ez a kis sátras téma háttérben, hát egész szépen kigyulladtott minden, tehát semmi baj, megérkezett a segítség, itt van ez a 4x4-es terepjáró, még egy gumicsónak is társul hozzá, utánfutóval, minifigurákkal, egészen jól néz ki, de a következő készlet már sokkal izgalmasabb, még egy számmal nagyobb készlet, ez a 6413-as Fire Rescue Plane nevezettű készlet, egészen csinosan néz ki, mondjuk az egyből látszódik rajta, hogy ez az eleje ez egy ilyen egybefröccsöntött alkatrész, viszont a többi része azért látszódik rajta, hogy
Lego alkatrészekből külön van összeépítve, viszont ez sem egy gigászi nagy készlet, még a pontos darabszámot ugye nem tudom, de azért látszik rajta, hogy nem egy hatalmas készlet, így a minifigurákhoz képest sem. Hát itt egy erdőtűzről van szó, azt próbálják eloltani, és meg egy ilyen repülő minifigura is van benne. Vigyük tovább a tűzoltós készleteknek a vonalát, itt van ez a kis tűzoltó állomás, tűzoltó autóval, és természetesen hozzátartozó tűzoltó állomással is, ahova természetesen majd be tud állni a tűzoltó autónk is. Sőt, hogyha több tűzoltó autó lenne, úgy látom, még több is be tudna ide állni, úgyhogy akár ide szetteket is lehetne kombinálni, még egy kis drón is van hozzá, és természetesen sokkal több minifigura, mint az eddigi esetekben. Aztán itt van ismét egy tuningos készlet, van egy rendőrautó és egy muscle car 60415-ös, hát éppen megpróbálják elkapni ezt a tunert, biztos illegálisan gyorsult, nem megfelelő helyen, de azért a rendőrautó is eléggé szépen föl van pimpelve. Ez a lime zöld szín és ez az élénk rózsaszín egészen jól áll egyébként ennek az autónak. És ha már rendőrség, akkor természetesen további rendőrséges szetteket is kapunk. Mégpedig itt van ez a Police Mobile Crime Lab Truck nevezetű készlet 60418-as kódszámmal. És hát igazából egy kamion kapunk, egy rendőrségi kamion, ami hát egy ilyen pici labor is egyben. Meg tudják elemezni, vagy le tudják elemezni a dolgokat, amit itt találnak. Még látod, hogy a minifigura is egy olyan minifigura, ami éppen elemzi a nyomokat. Kovad is van hozzá, és egy ilyen kis háttér elemet is bele tudunk építeni, de a 2024-es Cities vonal égköve egyértelműen a következő börtönszett. Police Prison Island 60419-es, jegyezzétek meg, szerintem ez egészen jól fog fogyni, már az árát még nem tudom, gondolom nem lesz olcsó, hogyha City készletekről van szó, azok általában drágábbak szoktak lenni, de mennyire menő néz már ki, szerintem egész szépen ki van dolgozva, a darab számára azért kíváncsi lennék, hogy vajon 1000 darab fölött van, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy ilyen 7-800 darabos készletről van szó, de tök jó, hogy nem csak a börtön szigetet kapjuk meg, hiszen nézzétek meg, még egy ilyen kis sziget részlet is itt van, tehát sziklákra van fölépítve, de különböző járműveket is kapunk hozzá, tehát van itt egy helikopter, motorcsónakok, még kis állatokat is kapunk, cápákat, nem véletlen szigetről van szó, de hogy már az előbb is hoztam föl nektek, érkeznek új Cities készletek, új termékcsalád, figyeljetek oda. Ugyanaz a Space logó található ezeknél a készleteknél is, mint a tegnap bemutatott technik készletek esetében. Itt van ez a Space Construction Mac nevezetű készlet, 6428-as, 140 darabos szett, ez egy 6 pluszos, és látható, hogy az oldalán pontosan ugyanaz a logó van, tehát a technik készletekkel pontosan egybevág ez a termékcsalád is, és hát ezen kívül ugyanúgy egy Cities készletről van szó, nem egy nagy darabszámú, és egy ilyen kis meka ruhát kell összeépíteni, egy darab minifigura van benne. Aztán haladván tovább, itt van a 6429-es, ez már 126 darabos, de ez egy 4 pluszos készlet, úgyhogy ez is biztos drága lesz. Viszont minifigura felhozatalból egészen jól néz ki, és egészen jó kis űrhajót is kapunk ehhez a készlethez, de ha már űrhajók, akkor egyértelműen a következő 240 darabos már sokkal menőbben néz ki, Interstellar Spaceshipről van itt szó. Nagyon áramvonalas, eléggé szexin néz ki ez az űrhajó, még kis drón is társul hozzá, és egy darab minifigurát fogunk kapni, ami egészen durva kis szkafanderbe van fölöltöztetve, és igazából ezek a színösszeállítások nekem nagyon bejönnek. Látszik, hogy hasonlít is azért a technikes termékcsaládhoz, de azért színben markánsan eltérnek tőle, attól függetlenül, hogy ugyanúgy ezek a narancssárga és fehér jegyek megtalálhatóak, azért látható, hogy némi különbség van a kettő között. Aztán a következő a Space Explorer Rover és Alien Life 6431-es 311 darabbal 6 kerekű járművet kell összeépíteni, és ugyanúgy, mint az előző esetben, itt is a narancssárga jegyek ugyanúgy megtalálhatóak itt is, mint a technikes készletnél, hát egy ilyen kis Alien részt is majd össze kell építeni, aztán van még nagyobb járművünk, a 6432-es, ez már 8 kerekű, és itt még több Alien bolygó felszínt kell majd összeépítenünk, és természetesen még több minifigura társul hozzá, és nézzétek meg, hogy azért a minifigurákhoz képest viszonylag nagy járműről van szó, úgyhogy erre én szerintem kíváncsi leszek. Van egy Modular Space Stationünk, 6433-as, ez már 1097 darabos. Hasonlít a tavaly két évvel ezelőtt megjelent Space készletekhez, viszont ez sokkal jobban el van rugaszkodva a valóságtól, ez már inkább ilyen mesebeli Space készletnek tudnám elképzelni, inkább már ezt a Mars felfedezős témát hozzák itt is be, legalábbis a színösszeállításában ennél is nagyon jól látszik, de azért még láthatóak itt is itt vannak a napelemek, vannak egészen jó kis lebeltő modulok is rajta, és természetesen minifigurák is egészen jól
láthatóak ennél a készletnél, és hát ennek a termékcsaládnak gondolom a legnagyobb készletét látjuk a 6434-es esetben, egy base campet, egy állomást kell összeépítenünk hozzá tartozó kis kilövő állomással, és gondolom, hát a belső is ki lesz ennek azért dolgozva, kíváncsi leszek rá, még kis jármű is van hozzá, és természetesen itt is össze lehet építeni egy kis alien bolygó részletet, és van egy kis polybagünk is ebben a termékcsaládban, egy ilyen nagyon pici készlet, úgyhogy Citys termékcsaládban érdekességeket nagyon fogunk kapni, van eredeti Citys készletek itt, főleg a tűzoltós és a rendőrség téma van kihangsúlyozva, és vannak ezek az új space készletek, amire eléggé kíváncsi leszek, úgyhogy szerintem ezek közül egyet-kettőt be fogok szerezni, de nézzük is meg a Frences termékcsaládot. Természetesen a Frences termékcsalád is kapni fog egy kis frissítést, amiben annyira a részletekben nem is fogok belemenni, annyira nem érdekel ez a termékcsalád, de azért nézzük meg, hogy milyenek fognak érkezni. Először is itt van ez a 42603-as Stargazing Camping Vehicle nevezetű szett, aztán itt van a Mars Space Base and Rocket 42605-ös, itt van az, amit már az előbb is említettem nektek. Ennél is pontosan ugyanúgy föltűnik ez az űrös téma. És ugyanúgy narancsárga kiegészítők vannak benne. Tehát ez az egész termékcsalád akár egybe is vonható. Technikes készletek is jönnek. Jönnek Citys készletek is. Jönnek Frences szettek is. És még ezen kívül is van egy a Creator-ös termékcsaládban is. Kapni fogunk ilyen készleteket. Mi van itt? Multiverse, Multiverse Madness, mindenfelé összekapcsolódnak a készletek most már. Aztán van egy mobil kafé, 42606-os, itt van Autumn's Baby Cow Shedje, 42607-es, Mini Beautic, 42608-as, Electric Car and Charger, aztán az melyik volt a 42609-es, van itt egy Karaoke Party, 42610-es, Cat Playground Adventure, 42612-es, Vintage Fashion Store, 42614-es, Heart Lake City Talent Show, 42616-os, ez már azért egy jóval nagyobb készlet, itt van egy Farm Animal Sanctuary, 42617-es, Popstar Tours Boss, vagy Bass, 42619-es, mondjuk ez az épül, ez mondjuk tetszik. Ebben normális minifigurák lennének, akkor még rá is utaznék, Ollie's and Paisley's Family House, vagy Holmes 42620-as, nagyon menő néznek ilyen 60-as évekbeli hangulatot érzek ezeknél az épületeknél, egészen jól néznek ki, főleg ezek az élénkszínek nagyon jól állnak neki. Van egy Farm Animal Hospital 42632-es, Hot Dog Truck 42633-as, Horse and Pony Trailer 42634-es, és ennyi lett volna a Frences termékcsalád. Nem vagyok annyira benne ebbe a termékcsaládban, annyira nem a kedvencem, viszont azért ez az épület, amit az előbb most mondtam nektek, egészen menő néz ki, de most nézzük meg a Creator-ös termékcsaládot, hiszen itt is van egészen fincsi készlet. Mint minden évben természetesen a Creator termékcsalád is kapni fog egy frissítést, viszont itt ne keverjétek össze a Creator Expert termékcsaláddal, itt nem nagy készletekről vannak szó, hanem a Creator 3-1-es készletekről, amiket hát háromféle verzióban is össze tudtok építeni. Először is itt van a Dragon 31145-ös, hát egy sárkányt tudunk ebből összeépíteni, és itt már azért vannak extra képek is, amit be tudok nektek mutatni, hogy milyen három másik dolgot lehet összeépíteni. Itt van ugye az alap kis sárkány, van egy kis, hát, papagáj vagy kakas, döntsétek el ti, és még egy arany halat is össze lehet majd ebből építeni, és ez nagy valószínűséggel majd január 1-ével fog megjelenni, és egyébként az ugyanúgy a Frences készletek is, és a Citys készletek is nagy valószínűséggel majd január 1-én jelennek meg, de még jelen pillanatban, amikor ezt az adást fölveszem, hivatalosan a LEGO ezeket nem mutatta be, az egyik kedvencem a következő a 3400 vagy a 3146-os Flatbed Truck with Helicopter nevezetű készlet. Ez egy az egyben ugyanaz a készlet, csak frissített verzióban, ami hát az én gyerekkoromban is ki volt adva, sőt azt már a készletet be is mutattam nektek. Úgyhogy nézzétek meg, bár a színével nem vagyok kibékülve a helikopternek, az a kék szín szerintem egyáltalán nem áll jól neki. Mennyire jobban nézett volna, hogyha ez is megkapja azt a fekete-piros színös szállítását. Így döntött a LEGO, szerintem nem a legjobb döntés volt, de ez is egy 3001-ben készlet, úgyhogy ezt is össze lehet építeni két másik dologba. Még annyira szerintem nem néznek ki jól, egy kis repülőt lehet összeépíteni, meg egy nagyon pici kamiont, a másik építésből meg kettő pici autót, azért itt látszódik, hogy nagyon sok alkatrész kimaradt, szerintem itt nem használják fel az összes alkatrészt az első építésből. Következő készítünk már egy számmal nagyobb, ez egy 261 darabos retro kamera, amiben érdekes alkatrészeket már itt láthattok, eleve itt vannak ezek a kis áttetsző LEGO alkatrészek, amik nagy valószínűséggel matricát fognak kapni, úgyhogy arra ne számítsatok, hogy erre nyomtatva lesz bármi is, de azért ez a kis
dolog, amivel fogjátok a kamerát, amivel akár nyakba is tudjátok akasztani, bár gondolom nem lesz annyira hosszú, ez tuti biztosan újan kerül bele, és azért látható, hogy tényleg nem kicsi, egy az egyes méretarányról van itt szó, és azért egészen jó kis kiegészítői vannak, már az optikát is egész szépen megépítették bele, és nézzétek meg a belsét, még a filmet is bele tudjuk tenni, viszont 3:1 készlet, itt van egy tévé, egy videókamera, és maga ez a fotós kamera. Kétféle kamerát is össze tudunk belőle építeni. Aztán van egy nagyon érdekes készlet, ezek a púderszínek egészen jól mutatnak ennek a szetnek, és nézzétek meg a rózsaszín kerekeket, kapni fogunk rózsaszín kerekeket, úgyhogy ha arra vágytok, hogy kicsit feldobjátok bármelyik Creator Expert-ös autótokat, akkor most már rózsaszín kerekekkel is fel tudjátok dobni. Egy görkolcsolyát tudunk ebből a szetből összeépíteni, 342 darabos, és attól függetlenül, hogy nem egy nagy darabszámú, nézzétek meg, azért egészen emészthető méretű dolgot tudunk összeépíteni belőle, szerintem egészen jól néz ki, és ez is egy 3:1 készlet, még egy magnót és egy gördeszkát is, hát elég bénán néz ki, de egy gördeszkát is össze tudunk építeni ebből. Aztán van egy ilyen kis locsolókanna, 3:1, sárga kis locsolókanna, virágokkal és lepkékkel, hát nagyon hasonló dolgokat tudunk a két másik verzióban, az egyik egy csizma, egy sárga csizma, ugyanúgy virágokkal, lepkékkel, és két papagájt is, szerintem így a kiegészítők gyanánt, vagy így hogy az extra összeépítendő dolgokban ez a készlet azért jobban szerepel, mint például az előző is. Van még egy nagyobb 780 darabos vadállatok készlet, alapból egy egészen jól kinéző zsiráfot tudunk összeépíteni egy flamingóval és egy tipikus ilyen afrikai fával. Nézzétek meg, a pózolhatósága egészen jó ennek a készletnek, de nézzétek meg, hogy mit lehet még összeépíteni. Egy oroszlánt és egy gazellát hát a kis gazellájával, a gidájával is össze lehet építeni, viszont oroszlán már volt ebben a 3:1-es termékcsaládban, viszont ez messze jobban ki van dolgozva, mint a régebbi verziója, úgyhogy egy hatalmas nagy upgrade ahhoz a termékcsaládhoz, sőt, egy kicsit hasonlít is a segjuk tigrisre, hogyha még emlékeztek rá, kíváncsi leszek, hogy vajon ennek az oroszlánnak lesz a segjuka, és azért nézzétek meg, ez is méretben nagyon jó, kíváncsi vagyok rá, nagy valószínűséggel ezt be fogom mutatni, és hát ismét összeérnek a szálak, ismét egy hasonló space készlet, ugyanazzal a logóval egy asztronautát tudunk összeépíteni, viszont ebben is vannak még más dolgok is, nézzétek meg, egy asztronauta kutyát is össze lehet belőle hozni, és egy ilyen random űrhajót is, de maga az űrhajós, az asztronauta az egészen menő néz ki, 647 darabos lesz ez a készlet. Jó, és majdnem el is felejtettem, ezeken kívül még vannak másik 3:1-es készletek, először is itt van a 31-155-ös hörcsög, házikó, kis csúszdával, 2 darab hörcsöggel, van egy ukulele, egy nagyon pici gitárt tudunk összeépíteni, természetesen mivel 3:1-es készlet, ezért hát 3 másik dolgot is össze tudunk építeni, itt van egy kis surfdeszka, talán meg egy ilyen beaches jelenet, és hát van egy pávánk is, exotic pikak, 31-157-es, és ez is 2 másik dologgá is még összeépíteni, csak annyira pici a kép, hogy nem látom. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis összegzés, hiszen ezeken kívül még rengeteg más készletet mutatott be a LEGO, úgyhogy nagyon hosszú adás lett volna, úgyhogy inkább ezt is ketté veszem, mint tegnap. Úgyhogy ez lett volna a Citys, a Frences és a 3:1-es készleteknek a bemutatója, és mindjárt jövök a következő adással, amiben még tök technik készletet fogok bemutatni, Star Wars-os készletet, és még egyéb más érdekességet is, úgyhogy ha tetszett ez az adás, a lájkokat ne felejtsétek, ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!